A Magyar Tartalékosok Heves-megyei Szervezete idén is Mikulás kupára várta a lövészet iránt érdeklődőket, a fegyveres testületek tagjait, közintézmények kollégáit, valamint a családokat és az iskolásokat. Füredi Anett már rutinosan fogta a puskát, 2 éve tanul rendészeti tagozaton a Kossuth Zsuzsa szakközépiskolában. Nagyon szeretnék rendőr lenni, már kiskorom óta ez volt az álmom, és megtudtam, hogy ide lehet jelentkezni, és csak ez volt, hogy én ide szeretnék jönni. A hagyományos évvégi játékos lőversenyen volt kispuska és légpuska lövészet, paintball, íjászat és csatacsillagdobás. Évről évre egyre többen vesznek részt a rendezvényen. Visszatérő vendég a Bundeswehr Tartalékos Szövetség Unterfranken megyei szervezete. Körülbelül 12 éve veszünk részt ezen a Mikulás kupán, most az összéletkor a csapatunkban 276 év. Egy évben ezen kívül még 2 rendezvényen szoktunk Magyarországra látogatni. Adoni emlékmenetre és a családi sportnapra, ami júniusban van. Nagyon tetszik nekünk ez a kupa, jó a kapcsolatunk a Matosszal. 15 éve azzal a céllal indították el a kupát, hogy a társszerveket egy játékos versenyre invitálják. Mára ez már túlnőtte magát. Évvégi záró lövészeti rendezvényé alakult, ami párosult egy adományátadással, ilyenkor azért segítünk a úgymond rászorulókon, akiket évközben megismerünk és feltérképezünk. A másik pedig len, hogy a német barátainkkal ilyenkor tudunk egy olyan fegyveres találkozót tenni, ahol ők is eljönnek, kipróbálják magukat. A kupán ott volt a szervezet hagyományőrző csoportja, akik első és második világháborús, már hatástalanított fegyvereket, gránátokat és egyéb a fronton használt eszközöket mutattak be.